Sziasztok! Ercsei Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés. Az előző videóinkban elmeséltem, hogy mit is csináltam Ivána Siácskinál a Dunaparton, illetve hogy hol érdemes bureket enni Újvidéken. Ezúttal a Szerb Ortodox Egyház egyik templomába látogatok el, és felkeresek egy másik borászatot is. Tartsatok velem! Itt vagyok, a szerémségi Krusedol kolostorban, ahol egyrészt gyönyörű, 1700-as években felújított és részben akkor készült freskók találhatóak bent a templomban. Másrészt pedig itt van eltemetve az a Csernojevics Arzén pátriáka, aki a szerbek nagy vándorlásakor a szerbeket egészen Szentendréig vezette, és végül Bécsben halt meg. Katolikus és ortodox szlávok persze korábban is éltek a Magyar Királyság területén, de éppen ekkoriban a török kiűzése után változott meg végleg a ma vajdaságnak nevezett földrajzi terület etnikai képe. Furcsa belegondolni, hogy a Balkán napjainkban talán legfontosabb etnikai konfliktusa, ami Koszovóban zajlik, szintén erről az időről eredeztethető, hiszen a koszovói szerbek indultak el északnak, és helyüket elfoglalták a részben katolikus, részben pedig muszlim vallású albánok. Ugyanebben az időben a török ellenes háborúk után kapta érdemeiért a Habsburgoktól a szerémség szinte teljes nyugati oldalát az Odeszkálki család. Ők alapították újjá, vagy inkább alapították meg az ott található hatalmas pincészeteket, melyek utódai a mai Ilocski podrumi Horvátországban és az Erdevik borászat Szerbiában. A szerémség előbb esővel, majd csodás borokkal és a Duna felett átívelő szivárvánnyal búcsúzott tőlem.